Jó estét kívánok! Önök a Sziluettet, a TV13 kulturális magazinját látják. Bízom benne, hogy ezúttal is velünk tartanak az elkövetkezendő 30 percben, mert ma este is színes magazinnal készültünk. Elsőként a képzőművészet kerül középpontba, hiszen október 18-án ünnepeltük a Magyar Festészet Napját, amit először 2002-ben tartottak meg civil kezdeményezésre. Azóta a program már országos rendezvényé nőtte ki magát, de célja változatlan maradt. A festmények művészeti színvonalából és egyediségéből adódó érték elismertetése, és a kortárs magyar festők és alkotásai iránti közönség szeretet kivívása. A jeles nap alkalmából több kiállítás is nyílik, amik közül mi a Kóka Ferenc Galériába invitáljuk Önöket. Barátság és hála. Talán ez a két szó lehetne az alcíme annak a Kóka Ferenc Galériában látható kiállításnak, ami olyan pályatársak különleges munkáit mutatja be, amik nem csak tökéletesen kiegészítik egymást, hanem több ponton össze is érnek. A történet onnan indul, hogy ez év februárjában jelent meg a Kóka Ferenc megidézése című könyvem, és ennek kapcsán úgy éreztem, hogy a barátainak, a vele induló Gyémánt Lászlónak, Lakner Lászlónak, Veresöcsének szólnom kell. És ők olyan kitörő örömmel fogadták, olyan büszkék voltak erre, hogy végre egy könyv megjelent Kókáról, mert úgy érezték, hogy ez egy hiánycikk volt, hogy ezt az örömöt tovább fokozva ajánlottam fel nekik, hogy bárhogyan is lesz majd a kiállítási lehetőség a ezen időszakban, tehát a festészet napján, akkor is lesz egy olyan kiállítás, ahol ők négyen együtt szerepelnek. És hát végtelen öröm volt, ebben megállapodtunk februárban, és akkor szeptemberben elkezdtem szervezni a kiállítást. Az alkotások összegyűjtése során azonban hamar kiderült, hogy Kóka Ferenc mellett még egy dolog közös a művészekben, ez pedig a hála, amit a mestereik felé éreznek. Így kitüntetett helyen látható például Gyémánt László rajza az őt segítő nagy tanítókról. Nagyon fontos volt nekem, hogy olyan emberek vannak, akik manapság azt hiszem, hogy kevesebben vannak, mint régebben, és ezt én úgymond hirdetni szeretném, hogy létezik ilyen, hogy én magamat nagynak tartom, de hát azt is tudom, hogy kitől kaptam, és ezt merem vállalni. Tehát egy osztrák festővel kezdődik, az Ernst Fuchs, utána mellette Amerigo Tóth, mert 64-től barátságba került Amerigo Tóth-tal, és hát nagyon nagy, úgy jellemzi az ő kapcsolatukat, hogy ez egy szakmai és egy lelki kapcsolat is volt, egészen Amerigo Tóth haláláig tartott. Utána következik a Hinz mester, aki a főiskolán volt neki a tanára, utána Viski Balázs László, és természetesen Salvador Dali. És az érdekes volt, hogy úgy volt, hogy 66-ban találkozott volna Salvador Dalival Bécsben, de nem kapta meg az útlevelét. És így ez a találkozó elmaradt. De látható még durván felhordott festékréteg egymásra rakódásából felépített, töredezett, karcos foltok közé illesztett kollázselemekkel, újságkivágásokkal, gyufás katujával létrehozott kép is Veres Sándor Lászlótól, aki ezzel egyik tanára, Kmetti János, a Magyar Festőművészet és Művészetpedagógia kiemelkedő egyénisége előtt tisztelget. És ehhez a képhez közel pedig Bernát Aurélt, a kétszeres Kossuth-díjas festőművészt ábrázoló kép látható, amit Kóka Ferenc készített mesteréről. A három alkotó azonban a szervezés közben ötre emelkedett, így színesítve és teljesítéve a kiállítást. Amikor eljutottam Gyémánt Lászlóhoz, hogy összeszedjem az ő munkáit, és azt mondja nekem, hogy és a Szabó Ákosnak miért nincs itt munkája? Hát Szabó Ákos is velük együtt indult, barátok voltak, és hát mondtam, hogy nagyon sajnálom, nincsenek meg az elérhetőségeim, mert körülbelül 20 évvel ezelőtt volt utoljára vele kapcsolatom. És akkor egy pillanat alatt előkerült a telefonszám, előkerült az e-mail cím, telefonáltam Szabó Ákosnak, és ő azt mondta nekem, hát hogy lehet elképzelni, hogy ő ebből a dologból hiányozom. Hát ez csak azt kell tudnod, hogy ő Franciaországban él. Aztán
mentem Veresöcsihez, és akkor mondom neki, hogy csak úgy halványan mondom, mi lenne, hogyha én Viski Balázs Lászlótól hoznék anyagot? Na hát, 86 éves Veresöcsi, de olyan lett, mint egy kamaszfiú, mert a szemébe a tűz kigyújt, és azt mondta, hogy hát az csodálatos lenne, hogyha a mesterüknek, akitől a rajzot tanulták, azt így bevonhatnák ebbe a kiállításba. A galéria adottságainak köszönhetően több terem ad lehetőséget a sokszínű, sokszor ámulatba ejtő képek elhelyezésének. Belépve az ajtón a művészek kezdeti munkái, rajzok kerültek a falra, mert ez is összeköti őket. A balra lévő teremben Kóka Ferenc és Veres Sándor László képei alkotnak egy egészet. Beljebb érve absztrakt képek fogadják a látogatót, még a nagy teremben a sokat emlegetett mesterekről készített alkotások kaptak helyet egy különleges sorozattal, az amerikai Rushmore-hegyben vésett elnökök szénnel rajzott képmásával Gyémánt Lászlótól. Az az öröm, ami ebben a festői gárdában felélett arra, hogy a Kókának egy könyve megjelent, tulajdonképpen ez hozta össze, hogy ez a kiállítás meglegyen. Két Kossuth díjas festőművész van, és a többi díját nem említem. Van egy főiskola, két Munkácsi díjas festő van, és van egy a világ számtalan országában kiállító Szabó Ákos, akinek a munkáit a világ minden részén meg lehet találni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet itt mit tanulni. A Kóka Ferenc galériában ez a kiállítás november 9-ig látogatható. December 20-án pedig az alkotások várhatóan újra megcsodálhatóak egy hangverseny kapcsán, amit Bajovics Milán zeneszerző közreműködésével hallhatnak majd az érdeklődők. Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot, így írt a Babits Mihály az Örökkék ég a felhők mögött versében. És ez az idézet a hívó szavaim már 19 éve a Magyar Festészet Napjának is, amit csak Budapesten tartottak meg korábban, mára azonban országosan, sőt határon túl is csatlakoznak a rendezvény sorozathoz egy-egy programmal a galériák és a művelődési központok. De vajon mit jelent ma ez az ünnep? Erre keresem ma este a választ, aki pedig segít nekem ebben, az nem más, mint Varsányi Edit festő, művészeti oktató. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Tegeződni fogunk, hiszen ezt megbeszéltük a beszélgetésünk előtt. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Te ugye két részről, két oldalról látod a világot, egyrészt mint művész, másrészt mint pedig oktató. Azt gondolom, elég széles a skála, és jobban rálátásod van arra, hogy a festészet napjának a célja, hogy összehozza egyrészt a szakmát, másrészt pedig népszerűsítse ezt a művészeti ágat, az mennyire tud megvalósulni? Hát a népszerűsítéssel nagy baj nincs, hanem inkább a kiállító termekbe az emberek ritkán mennek el. Szerintem kevés is van Budapesten is, vidéken szerintem még kevesebb. Tehát régebben egy kiállítás megnyitó egy esemény volt. Ha most kimegyünk Bécsbe, ott még most is esemény. Tehát oda érdemes elmenni, ott lehet találkozni az alkotókkal, lehet beszélgetni. Jó, persze, üzletek is kötetnek, de valójában az, hogy egy érdeklődő elmegy egy kiállításra, ott tud beszélgetni a festőművésszel, akár a technikával kapcsolatban, akár a gondolataival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon jó esemény lenne, hogyha tényleg elmennének az emberek a kiállítás megnyitókra. Nagyon, nagyon kevesen mennek el. Mi lehet ennek az oka véleményed szerint? Ugye, ha most kortárs festészetről vagy kortárs művészetről beszélünk, akkor én azt tapasztalom, hogy ott általában a legnagyobb probléma az, hogy nem értik az emberek azokat a műveket, alkotásokat, amik ki vannak rakva, ezért inkább el sem megy. Lehet ez az oka, vagy pedig maga a festőművészet annyira egy bizonyos réteg számára nyújt kikapcsolódást, hogy ők meg már egyre kevesebben vannak, vagy ott van az internet, és ha kedve szottyan rá, hogy műalkotásokat nézzen, akkor bepötyögi azt az adott festőművészt vagy szobrászt, és akkor ott keresgéli a műveket. Hát igazság szerint mindazt, amit elmondtál, ez egyébként mindig az, így együtt.
Tényleg, szóval, hogy annyira sokrétű elfoglaltsága lehet ma már egy embernek, hogy azt se tudja, hogy mikor, hova menjen. Tehát egyrészt van az internet, tehát onnan elég nehéz fölállni, ugye? Tehát ott aztán minden megvan. De például rossz az idő, nem megyek el. Van egy baráti találkozó, nem megyek el. Tehát nagyon sok program lehetőség is van, és nehéz, tehát hogy mondjam, nehéz választani egy embernek, amikor pont egy napon legalább 4-5 olyan programja lenne, ahova szívesen elmenne. És akkor nem biztos, hogy a kiállítás megnyitott választja, mert lehet, hogy megnézi a kiállítást majd kicsit később, mert ugye az viszonylag hosszabb ideig nyitva van. Tehát, hogyha esetleg lemaradna a megnyitóról, akkor ő meg tudja nézni. Igen ám, de a kiállító művésznek azért a megnyitó az esemény. Tehát jó, hogy megnézik majd máskor, persze, de ő sem tud találkozni akkor az emberekkel, a nézőközönséggel, tehát akkor neki sincs visszajelzés. Ez nagyon fontos egyébként, amit mondasz, mert szerintem ebben sokan nem is gondoltunk bele. Hiszen azon túlmenően, hogy igen, új alkotásokat, képzőművészeti alkotásokat láthatunk egy kiállítás során, sokan azt gondolhatják, hogy hát ez annyira unalmas, hogy ott beszélnek, és olyan dolgokról, amit én nem is értek, miközben az az apró hozadéka is van ennek, idézőjelben apró, hogy kérdezhetek a művésztől, hogy igen. Én ezt látom bele, vagy hogyan készült ez az alkotás. És talán ezt sokan nem gondolják végig. Bevallom őszintén, ezt magam sem gondoltam így eddig. Mi hogyan lehetne ezen változtatni, hogy kedvet csináljunk ehhez? Ezt nem nagyon tudom, mert egyébként egy festőművésznek egy kiállítás megnyitó olyan, mint egy színésznek a közönség. Tehát egy művésznek, amikor ő megnyitja a kiállítást, tehát amikor kiállítja a képeit, akkor bizonyos értelemben, ha művészről beszélünk, akkor egy picit mesztelenre vetkőzik, mert a belső lényegéből alkot, és valamint a belsejéből mutatott meg a közönségnek. Az alkotóművészről beszélek, tehát a festőművészről beszélek. És ha nincs ott senki, senki nem kíváncsi rá, senki nem érdeklődik. Persze vannak sláger festőművészek, meg jó menedzsmenttel, ahova azért elmennek az emberek. De alapvetően, hát nem nagyon. És hogy ezen hogy lehet segíteni, nem tudom, talán ez már az iskolába kellene elkezdődni, esetleg otthon el lehetne kezdeni, hogy mondjuk egy esős vasárnap, vagy esős szombaton elmenni egy múzeumba, többféle múzeumba, sokféle múzeumba, hogy érezze a gyermek, hogy nem csak a tévé előtt lehet ülni, meg nem csak az internet előtt lehet ülni, meg nem feltétlenül kell mindig kirándulni, hanem bizony el lehet menni egy múzeumba, bármelyik múzeumba, és ha ez szokássává válik a családnak, a gyerekeknek, akkor lesz később igény rá. De minden a családba kezdődik, meg hát ugye az iskolába. Amikor még én fiatal voltam, rendszeresen volt múzeumlátogatás, persze nem volt kötelező, de azért általában mindig elmentünk, mert egyrészt szerettünk a tanárral menni, általában az osztályfőnökkel mentünk, szerettünk vele elmenni, jó érzés volt beszélgetni a képekről, utána megbeszélni, mindenkinek volt véleménye, és az, hogy modern vagy nem modern, az ilyen értelemben mindegy. A modernben is van jó. Hát vagy felháborodunk rajta, akkor az is egy esemény, vagy örülünk neki, az is egy esemény, de mindenképpen egy hatást vált ki belőlünk. Tehát jó dolog. És mondom, a megnyitó az meg különösen jó dolog, és különösen az alkotóművésznek, hisz az egy jó érzés, hogy ő valamit adhatott az embereknek, valami mást, ami nem ugyanaz, mint a tévékbe, az interneten, valami élő. Maga a festészet napi programsorozat, hiszen korábban egy napról szólt, de ma már azt gondolom, hogy akár egy teljes hónapon keresztül is szólhat erről a programok sora. A szakmát azt össze tudja hozni? Hú, ez egy érdekes történet. Ezt így nem tudnám megmondani. Valószínűleg össze lehet hozni, de ezt így nem tudom megmondani. Tehát ahhoz szervezők kellenének, tehát valakiknek föl kell vállalni a megszervezését. Egy művész ember nem fog nagyon szervezni, mert nem fér bele az ő alkotásába, hogy ő szervezzen pluszba még. Tehát ő el van a műtermében, el van az alkotásában, tehát neki szólni kell, egy kicsit nyüstölni kell, hogy gyere el, jó lesz, beszélgetünk, stb. Tehát ilyen művészeknek kerekasztal beszélgetés jó lenne, eseményekre meghívni őket. Tehát valakinek ezt valahol számon kéne tartani, a művészektől ezt nem nagyon lehet elvárni, tényleg nem lehet elvárni. Így a programok során nincs arra lehetőség, vagy nem működik ez a dolog, hogy elmenni egymás kiáltására? Ugye most a festészet napja kapcsán több program is van, és ott ez nem ad erre lehetőséget? Persze el lehet menni, meg ha tudok, én is el szoktam menni más művészeknek a kiállítására, de általában nem mindig tudok róla.
Tehát, hogy ha nem dobják be a postaládán most csak ilyen képletesen, akkor nem biztos, hogy fogok róla tudni, mert én például nem nagyon vagyok az interneten, csak akkor, mikor a levelezést vagy egyebet intézek, mert én a műtermenbe alkotok, el vagyok a gondolataimba, éppen tervezem a képet, vagy éppen a tanítványoknak a következő soron lévő feladatán gondolkodom, tehát, hogy nem figyelem a külvilágnak ezeket a, vagy legalábbis én nem figyelem, de hogy a többiek, hát én úgy tudom, hogy azért ők sem nagyon. Ha csak a baráti körben nincs valaki, aki szól nekik. Ugye a pandémia nagyon sok mindent érintett, a művészetet azt gondolom több más réteg mellett szintén nagyon. A festőknek épp a minap beszélgettünk erről a Kóka galériában, hogy talán a festőknek is nagyon-nagyon nehéz volt. Sokan már le is mondtak erről a művészeti ágról, és nagyon elkeseredtek, hiszen nem tudtak kiállítást szervezni, nem tudtak eladni képeket, nem volt már, amire alkossanak. Persze volt, akit éppen megihletett ez a dolog. De az embereknek, ugye, ha például egy színházat nézek, megnőtt az igényük a kikapcsolódásra, a művészetekre. Kérdés az, hogy a festészettel is így van-e? Lett-e nagyobb igény egy kiállításra, vagy egy festő alkotásait megnézni, vagy jobban megismerni a pandémia hatására? Van-e ilyen tapasztalatod? A kiállításokra nem, de az egyéni alkotásra igen. Arra nagyon megnőtt az igény. Tehát otthon maradtak, bezártak, és nagyon sok embernek van művészi vénája, vagy alkotói vénája, amit esetleg eddig nem tudott kiélni. Tehát én inkább azt tapasztaltam, hogy az otthoni alkotás igény nőtt meg, tehát az, hogy otthon fessen, alkosson, az nőtt meg. A kiállításokra való járás, az nem annyira, hiszen pont beszéltük az elején, hogy az eddig se volt sajnos itt a... Hát itt Magyarországon nem, de az osztrákoknál Bécsben igen, de itt ez eddig se volt. Tehát a Kóka Ferenc galériában én nagyon sokszor voltam ott kiállítás, mert van egy törzs közönség. Igen, ott hiányzott a pandémia alatt, hogy nem lehetett elmenni, nem voltak kiállítások. Azért egy virtuális kiállítás nem olyan, amikor közelről meg lehet nézni egy élő festményt. Tehát azt az élményt, azt semmi nem tudja felülmúlni, amikor látom az ecsetvonást. Állok a kép előtt, és megpróbálok rájönni arra, hogy készült az a kép. De mondjuk, ha most nem szakmai szemmel nézem, hanem én, mint egy egyszerű látogató, úgy belefeledkezni a képbe, egy élőképnek más az aurája, mint egy fotónak, vagy egy virtuális. Hát a semminél persze jobb, de a valódi élményt azt nem tudja felülüberelni. Tehát, hogy ez el kell menni személyesen megnézni. Egy élő festmény az csodálatos tud lenni, akár modern, akár klasszikus. Ha jó az alkotó, és jól van megcsinálva, az egy élmény. És én inkább az alkotást láttam, tehát, hogy mindenki nekiállt otthon. A művész ellátó, az ki volt ürülve. Számomra olyan egyébként most, hogy beszélgetünk, mint hogyha lennének ilyen sikerművészeti ágok. Mert amiket elmondtál, szóról-szóra ugyanezt el lehet mondani egy színházi előadásról, és lásd az embereket, rengetegen járnak most színházban, mert végre élőben lehet menni. És milyen fura, hogy pontosan ugyanez az élmény megadható egy kiállításon, igen, és az valahogy mindig is a háttérbe szorul. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ugye te magad oktatsz, most már szóba is került, kik azok, akik érdeklődnek ez iránt, és mi a céljuk ezzel, hogy ők jobban megtanuljanak, vagy megtanuljanak egyáltalán festeni, vagy alkotni? Nagyon széles a skála, a 10 évestől a 80 évesig mindenki. Az idősebb korosztály, a nyugdíjasok, ott nagyon sokan úgy vannak, hogy fiatalkorukban érdekelte őket a művészet, de nem foglalkozhattak vele. Tehát nem járhattak művészeti iskolába, úgy hozta az életük, hogy a munka, a család, vagy bármi olyan elfoglaltságot biztosított, hogy nem volt idejük arra, hogy művészetekkel foglalkozzanak. És végre nyugdíjas lett, na végre, persze nem magától, van, amikor a lánya, vagy van, amikor valamelyik rokona, vagy ismerőse barátja csábítja el egy ilyen festőkurzus, és akkor kinyílik, és akkor örül, és boldog, hogy végre alkothat, hogy ez kimaradt az ő életéből. Tehát ők a nyugdíjas korosztály, akik végre már megtehetik azt, hogy egy-egy órára eljöjjenek, és kibontakoztatják A dolgozó korosztály, aki ha megengedi az időbeosztása, és esetleg az anyagi helyzete megengedi, akkor ők is nagyon szívesen, hiszen az ember életében a művészet az egy fontos dolog. Tehát nem csak arról szól, hogy festek egy képet, hanem egy másfajta kikapcsolódás, egy másfajta gondolkodás. Tehát ők is igénybe veszik, a fiatalok is igénybe veszik. Tehát lehet, hogy nem végezel egy művészeti iskolát, de attól ő még szeret festeni, szeret alkotni, boldog vele, jól érzi magát.
És adott esetben meg kell mondjam, hogy az úgynevezett amatőrök, hát most ez egy csúnya szó, de hát némely esetben tehetségesebbek, mint a végzett művészek, mert lehet, hogy van bennük egy olyan spontaneitás, egy olyan szabadság, és csak a technikát kell megtanulni, és aztán ő már tudja magát fejleszteni, viszont a másik oldalról nincs bemutatkozási lehetősége. Tehát hol mutatják meg magukat? Nagyon sok olyan amatőr van, aki akár a profikat is verhetné. Csak egyszerűen nem tudják magukat megmutatni, mert nincsenek olyan rendezvények, olyan kiállítások, hogy azt mondjuk, hogy oké, rendben van, legyen egy amatőr fesztivál. És mindenki pályázhat. Persze mindenki mondjuk pályázhat három képpel, akkor legyen egy zsűri, és legyen mondjuk tematikus. Na most csak a tájképfestők, na most csak a portrésok, na most csak a virágosok, most csak a csendéletesek, most csak az absztraktok. És tehát adhatnánk egy témát neki, és akkor ők is bemutathatják. Persze vannak ezek a nagy képzőnszeti vásárok, de ez is egy olyan dolog, hogy hát nem mindenkinek van pénze arra, hogy 10, 20, 30, nem tudom hány ezer forintokat egy négyzetméteres területre kibéreljen. Hát attól ő még szerethet alkotni, mert nincs pénze ezeket megfinanszírozni, vagy esetleg nem is tud róla. Közel 60 éve alkotsz te magad is itt a 13. kerületben, hogyha jól tudom. Hát nem egészen 60. Hát nem egészen 60, de nagyon-nagyon hosszú az az idő, amióta, legalább 4 évtizede, az biztos, hogy között van hát a művészeti ágakhoz. Igen, én 13 éves koromtól foglalkozok tényleg komolyan a festészettel, nem a festészettel, a művészettel. Hogyan látod egyébként, meg lehet tanulni, alkotni? Akár egy festészet kapcsán, vagy pedig azért kell, hogy legyen némi tehetség is az emberben? Én inkább azt gondolom, hogy akarás kell. Uh-huh. Tehát legfontosabb az, hogy akarjon, hogy érdekelje. Lehet, hogy nem fog egy Mona Lisa festményt megfesteni, vagy egy impresszionista festményt nem fog megfesteni, lehetséges. De viszont, ha szeret alkotni, akkor önmagát, ha kifejezi, az már neki egy öröm. És a modern képek, az absztrakt képek, a mixmédiás képekbe annyi segítséget lehet kapni, hogy ahhoz, hogy neki a kézügyessége nem olyan, attól ő még nagyon szépeket fog alkotni. Nagyon sok eszköze van már a művésznek a mai világban, hogy ki tudja magát fejezni. Hát egyrészt a kollázsok. Kollázsokon keresztül például egy gyönyörű portrét talál valahol, azt szépen fölragasztja, mellé színez, tesz festékfoltokat, különböző faktúrákat, és ott a kész kép. És igazából nem kell tudnia rajzolni, viszont egy valami azért kell, a szép érzék. Kompozíciós készség, színérzék, ezek kellenek, de ezek fejleszthetők. Ha valakinek nem megy a színérzék, az se probléma, hát fekete-fehérbe vagy monokromba is nagyon gyönyörű dolgokat lehet csinálni, nem feltétlen kellenek a színek. Tehát az alkotás, mint olyan, az nagyon sokféle módon megnyilvánulhat, tehát nem kell határokat csinálni, csak amikor leülünk festeni, akkor kell magunknak egy határt csinálni, mert ez a határtalanság az akkora, hogy én most én eldöntöm, hogy ekkora felületre, ekkora méretben, akkor én most csak fekete-fehér, vagy csak három szín használatával, és akkor abból kihozok mindent. Tehát kell egy kicsi korlát, mert különben szétszalad az egész. Te miért döntöttél úgy egyébként annak idején, hogy egyáltalán mikor döntöttél így, hogy továbbadod ezt a sok mindent, ami a festészettel jár, magát az élményt, amit adhat egy alkotás, és magát azt, hogy a tudásodat megoszd másokkal? Hát igazság szerint az érettségi után, a kisképzőbe való érettségi után többen megkerestek, hogy segítsek nekik a kisképzőbe való felvételire, és akkor sok embernek így teljesen spontán módon segítettem, sokat föl is vettek. Aztán később a főiskolán is, a főiskola alatt is megkerestek, hogy ebbe segítsek, abba segítsek. Aztán végül is a festészet az nekem Indiába jött be, tehát én addig leginkább grafikai munkákat készítettem, meg én szobrászosztályba jártam, tehát engem a szobrok sokkal jobban izgattak, abban azért nem gondoltam volna, hogy valaha is festészettel fogok foglalkozni, tehát azt én úgy éreztem, hogy hát mindenki tud festeni, meg már mindent lefestettek, hát most nem akartam festeni, és aztán India, az én szellemi mesterem erőteljesen e felé, az irány felé hajtott, tehát igazából nagyon érdekes volt, hogy minden más út bezárult, maradt a festészet. És ezzel együtt folyamatosan volt a tanítás. Tehát az nem egy külön belépő, hanem az folyamatosan ment, csak az, hogy elkezdtem festészettel foglalkozni, így a festészeti tanítás már sokkal inkább előtérbe került. De a felvételiek előkészítik, hogy hogy kell rajzolni, hogy tartsa a ceruzát például.
Hát nem mindegy, hogy hogy tartja a ceruzát, nem mindegy, hogy hogy néz ki a modellre, és ezt nagyon sokan nem tudják. Pedig ezek apró, picike kis dolgok, amik megkönnyítik a kezdőnek a feladatát, de ezt nem tanítják sehol. Tényleg nem. Mennyien maradnak egyébként hülyek azok közül, az emberek közül, akik hozzád mennek, legyen gyerek, felnőtt vagy idősebb, akik megtanulják ezt a szerelmet? Aki mondhatom, azzal a szándékkal jön, hogy szeretne megtanulni festeni, az, ha nem adja fel, akkor nagyon, nagyon szép eredményeket fog elérni. Általában össze szokták keverni a festészet tanulást a képfestéssel. A kettő nem ugyanaz. Tehát elmegyek és festek egy képet, az olyan, amilyen. De megtanulni magát a szakmát, az egy másik dolog. A festészet vagy a művészet oktatás, az pont olyan, mint bármely más szakma. A szakácsnak is meg kell tanulnia, hogy kell, milyen alapanyagok vannak, hogy kell fognia kést, mit kell csinálni. Minden szakmának, a kőművesnek is tudnia kell, minden szakmának tudni kell a csínyabinyát, a festészet sem más. Itt is vannak anyagok, alapanyagok, milyen felületre festek, mivel lehet kikeverni, és akkor ezek még csak a fizikai anyagok, akkor még nem beszéltünk a kompozícióról, nem beszéltünk a színekről, a harmóniákról, a diszharmóniákról, hogyha én ki akarok valamit fejezni, azt hogy tudom kifejezni, mit akarok elérni, ha ismerem a szabályokat, akkor a szabályok felrugásával mit fogok kifejezni. Tehát ezek mind a tanulás részei. Aztán, ha valakiben ott van egy plusz tudás, akkor az már művészeti, az már a művészi lesz. A többiek csak alkotók lesznek. De az sem baj. Művészetről beszélünk folyamatosan, de számodra mit jelent maga ez a szó, a művészet? Sokat gondolkodom ezen mindig. Nálam azt jelenti a művészet, hogy például van egy induljunk el, hogy van egy alkotó. Tehát az alkotónak legyen egy olyan belső képe, olyan belső kifejezése, valami, amit ő szeretne megmutatni, tehát a belső képek, egy picikét talán ez egy kicsit más is, mint egy átlagember. Máshonnan inspirálódik, más érzései vannak, másképp viszonyul a világhoz, és ezt a más viszonyulását megpróbálja kifejezni, és ehhez kell majd egy szakmai tudás. Tehát hiába vannak nagyon jó gondolataim, vagy bármelyik alkotónak, ha a szakma, hogy hogyan tudja megvalósítani, nincs a kezébe. Akkor nem fog összejönni a kettő. Vagy valaki nagyon jó szakmailag, technikailag mindent tud, de nincsenek belső képei. Nincs mit megfessen. Tehát a kettőnek együtt kell ahhoz lenni, hogy valaki igazából művész lehessen. Szerintem. Tehát az én felfogásom szerint vannak nagyon jó alkotók, akik hihetetlen technikai tudással rendelkeznek, de nem nagyon van önálló gondolatuk. Más festőknek a festményeit másolgatják, esetleg egy jól sikerült fotót megpróbálnak megfesteni, már ahhoz is nagy tudás kell egyébként. Tehát az sem olyan egyszerű, mint amilyennek kinéz. És aztán ugye vannak azok, akinek hihetetlen álmaik vannak, és amikor meg kéne festeni, akkor nem tudja megfesteni, mert nem tudja, hogy kezdje hozzá, és egyáltalán nem úgy sikerül, ahogy ő elgondolta, nem úgy sikerül, ahogy szeretné. Tehát ennek a két dolognak nagyon együtt kell lenni, akkor lesz szerintem valaki művész. Mert egyébként csak alkotó, de az alkotó sem rossz, de a művészet az egy hatodik íz, vagy egy hetedik íz. Tehát az nem mindenki tud művész lenni, de nagyon jó alkotó lehet. Számodra mit jelent a festészet, és mit tudsz adni másoknak, vagy mit kapnak mások a festészettől, ha belekóstolnak ebbe? Hát, egyfajta harmóniát. A színek varázsa, hogyha most a színes képekről beszélünk, akkor a színek varázsa. A színeknek van pszichológiai ereje, nyugtat, fölzaklat, inspirációval tölt. Tehát maguk csak a színek különböző hatásokat érnek el az alkotóval. Plusz a nézővel. Tehát míg én alkotok, az nekem egy élmény. Aztán, ha elkészül a szép kép, és aki megnézi, neki is lesz egy élménye. Ha valaki nem színes képet alkot, hanem mondjuk monokrom, vagy bármilyen képet, ott meg a formavilág, a sík és a térnek a viszonya. Ezek mind nagyon izgalmasak, tehát mindenhol nagyon sok minden van. Mit ad? Hát kikapcsolódást. Valahol, amikor az ember alkot, akkor nem e világban van. Ez most nagyon kicsit furcsán hangzik. Igen, az e világban van, mert ül a széken, vagy éppen áll. Itt van, de a környezet nem hat rá. Tehát történhet ott kint bármi, én el vagyok varázsolva, én alkotok. De ez arra is igaz, aki mondjuk
egy egyszerű nyugdíjas néni is leül festeni, és éppen egy csendéletet szeretne valahogy megvalósítani, és úgy bele tud feledkezni a megfestésébe, hogy enni elfelejt, inni elfelejt, mindent elfelejt, és kikapcsolja magát, és egyszerűen akkor elvarázsodik, föltöltődik, megnyugszik. Tehát a művészetnek ez a része erre nagyon jó, de hát gondolom a zeneművészet pont ugyanilyen fantasztikus, annak is, aki játszik, és annak is, aki hallgatja. Aki ki szeretné próbálni ezt a fantasztikus élményt, annak hová kell mennie, vagy mit kell tennie? Hát én magam is tanítok, de vannak különböző iskolák, hát hogy... Hozzád szeretne menni, akkor hová tud menni? Hát a picike kis műtermembe. Maximum négy főt tudok fogadni, vagy pedig egyéni oktatás. Vidéken voltak kurzusai, most csak maradt a Sopron, mert így a pandémia alatt, hát sajnos az is, hát eltűntek az emberek, meg hát vidéken sokkal nehezebb. És itt Budapesten fogadsz még valakit, hogyha érdeklődik iránta? Természetesen, mindig időpont egyeztetéssel, mindig megbeszéljük, hogy mikor ér rá, én is megpróbálok alkalmazkodni, gondolom ő is alkalmazkodik, és akkor megpróbáljuk összehozni, és akkor ha szerencsénk van, akkor négyen tudunk lenni, hanem akkor csak egyesével. Mindegyiknek megvan a varázsa. Vannak különböző festőcsoportok, ahol nagy tömegével vannak emberek, ott nem annyira lehet tanulni, mert a tanító vagy az oktató azért 20 emberre nem biztos, hogy úgy oda tud figyelni, hogy az a probléma, amit ő szeretne megoldani a képen, azt nem biztos. Ezeket általában egyéni vagy nagyon kis csoportos foglalkozásokon lehet elsajátítani. Tehát, hogyha valaki komolyan meg akarja tanulni a technikát, az a tömeg tanításokban nem nagyon fog működni. Itt a kerületben vagy megtalálható, hogyha... Igen, én a Lehel piachoz nagyon közel vagyok, én a Turzó utcában vagyok, a Visegrádi utca és a Turzó utca találkozásánál. Én kívánom, hogy nagyon sok érdeklődő keressen meg a közeljövőben majd téged azzal kapcsolatban, hogy kipróbálhassák és átélhessék a festészettel érkező pozitív hatásokat. És azt is kívánom, hogyha kiállításod lesz a közeljövőben, sok látogatója legyen, akik a megnyitóra menjenek leginkább, hogy beszélgethessenek veled arról, hogyan készültek ezek a művek, amiket láthatnak ott. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad velünk mindezt, és minden jót kívánok a jövőben. Én is köszönöm, és köszönöm, hogy meghívtatok. A folytatásban pedig színházba invitálom önöket, egészen pontosan a Víg és a Pesti Színházba, ami a többi teátrummal együtt a pandémia miatt hozott intézkedéseket követően újra évadot hirdetett szeptember elején, és elkezdődtek az előadások, most már nem online, hanem élőben, közönséggel. Egy hónappal ezelőtt az első bemutatóról már beszámoltunk, azonban arról, hogy mi mindenre készülnek még, azt nem volt lehetőségünk megmutatni. Most jöjjenek a részletek a Víg Színház igazgatójától, Rudolf Pétertől. Másfél év után ismét színházi plakát és műsorismertető látható a Víg Színház homlokzatán. Több teátrumhoz hasonlóan szeptembertől ugyanis már élőben láthatóak az előadások. Jacques Prévert és Marcel Carné híres filmjének a Szerelmek városának színpadi adaptációjával kezdték az évadot, amit egy fiatal csapat, ifjabb Vinyánszky Attila rendező, Vecsei H. Miklós író és Kovács Attila zeneszerző állított színpadra. A Pesti Színházban a Kő című előadással nyitottak Mihály Docsekár rendezésében, amit október 22-től a Bella Figura című komédia követett, amit Török Ferenc rendezett. Mi az Isten van itt más, te François? Nem értelek! Há, nem is kell érteni semmit. Tudod, mi van? Az van, hogy minden összezavarodott. Én is összezavarodtam. Anyád végig összezavarodva. Úgyhogy te meg ne próbálj meg úgy csinálni, mintha nem történt volna itt ma este semmi. A Pesti Színház mellett október elején a Vígben is újabb bemutató volt, mégpedig a Margit-szigeten nyáron már debütált legendás történet, a Kabaré, amit Béres Attila rendezésében láthat a közönség, ezúttal már a nagy színpadon. A különleges előadások sora azonban itt még nem ér véget. Dávid Dojasvili, a Grúz Nemzeti Színház igazgatója, Sirályt rendez, Csehov Sirályát, egy nagyon nagy szereposztásban, és
Annak idején a pályázatomban én egyetlen egy embertől kértem szándéknyilatkozatot, mert azt gondoltam, a szándéknyilatkozat formációról magáról, hogy a Víg Színház önmagában hordozza azt, hogy akit én fölkérek, annak szándékában áll majd itt rendezni, de ő külföldi volt. A Nemzeti Színházban láttam munkáit és el voltam varázsolva. Ő az, aki a darab magjából indul ki, attól a lényektől, annak a gyökereitől nem burjázik el, viszont egy olyan sajátos látásmódú, olyan nagyon színházi, és, de nem a mi színházi kultúránkban kinövő, színészek által imádott próbafolyamat végén hoz létre előadást. Én nagyon várom, hogy itt legyen velünk. És Pacolő Béla Parti című filmből a szerző által átitt színdarabot rendezi aztán a Pesti Színházban, és a házi színpadon kortárs magyar darabok bemutatói kerülnek végre néző elé. Vörös Robi által rendezett Csát démonai és Pacolő Béla által rendezett Durica Katalin kultregényéből Kovács Krisztával átírt Rendes lányok című darab. Ennyi új bemutató normál esetben egy teljes évad alatt születik. Most azonban a pandémiának köszönhetően december 31-ig mutatnak be ennyit. Ez azonban kétélű dolog. Egyrészről óriási öröm az alkotóknak, a színészeknek, hogy újra személyesen találkozhatnak a közönséggel. Másrészről azonban hatalmas kihívás, hogy így is minőségi előadásokat tudjanak a színpadra vinni, és élményeket adni nekünk, nézőknek, akik színes bérletválasztékkal biztosíthatjuk igényünket a színházra. Azt gondolom, hogy egyébként a bajból tudunk erényt kovácsolni, és egy nagyon színes bérletrendszert létrehozni, ahol a még nem látott zenéseink, a már tavaly elkészült, de közönség elé nem kerülhető darabok, és az újdonságok különböző kombinációit tudjuk kínálni. Én egyébként hiszek abban, hogy ez sok nehézség eszközben, túl azon nyilvánvalóan össze tud kovácsolni egy csapatot, hogy közben létrehozott olyan helyzeteket, ami a néző számára is érdekes lehet. Létre tud jönni egy egészen színes bérletváltozat, amit majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább építeni, ha tudunk, november környékén, immár többet tudva a saját helyzetünkről. Talán most a kommunikáció is, ez tud még egy eredménye lenni ennek a furcsa egy évnek. Olyan plusz szolgáltatásokat szeretnénk a bérleteseinknek, olyan exkluzív anyagokat, hogy még inkább érezzék, hogy ők és mi egyek vagyunk, és így dolgozunk. Köszönet egyébként minden bérletesnek, mert közben az, hogy valaki így hosszú távon, ilyen gazdasági helyzetben és ilyen pszichológiai helyzetben a színház mellett van, az egy nagyon nagy dolog, és az egyébként visszahat ránk, és megacélozza az ember erejét. A pandémia miatt kialakult helyzetből adódóan az előző évadra szóló bérleteket is át lehet vinni az új előadásokra, online formában, vagy személyesen a szervezési irodában. Ez pedig már a múlt, hiszen a Víg Színház 2021. május 1-én ünnepelte 125. születésnapját, amit a pandémia miatt akkor a szokásos majálissal nem sikerült megünnepelni, ezért az egész évet ennek szentelik. Többek között ikonikus előadások online vetítésével, többféle programmal, eseménnyel és kiadvánnyal emlékeznek az elmúlt 125 évre. Az új bemutatóból holnap után, azaz csütörtökön a Pesti Színházban a Kő című darabot, a Vígben a Szerelmek városát láthatják, amit másnap pénteken este is játszanak majd. Ha tehetik, akkor menjenek színházba, hisz az ott szerzett élmény semmihez sem fogható. Én legközelebb egy hónap múlva várom Önöket, hogy együtt fedezzük fel a kultúra körvonalát, találkozzunk akkor is, viszontlátásra!